Mézes reggeli. Egyre többen küzdenek felső légúti tünetekkel. Kávészünet. Köd nehezítheti a közlekedést. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 9-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda is csatlakozott a Mézes reggeli programhoz. Az iskola udvaron Ábrahám Péter karcagi méhész szólt a gyerekeknek a méz jótékony hatásáról, arról, milyen fontos szervezetünk számára a méz fogyasztása. Méznek számos jótékony hatása van, rendkívül eltérő, rendkívül különböző, mint más nem természetes édesítőszerek. Ugye számos hatással erősíti a szervezetünket, főleg ahogy jön ez a hideg időszak, ugye most is már elég jó ránk köszöntött a hideg, a ború, a csapadék. Ebben az időszakban a szervezet számos negatív hatásnak van kitéve, amit ellensúlyozni tud a méz azokkal a benne lévő természetes csodatevő anyagokkal, ami segíti a mi szervezetünket, szóval akár a vitaminok, a nyomelemek, az ásványi anyagok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetünk magas immun tevékenység mellett tudjon működni, hogy egészségesek maradjunk, hogy ne betegedjünk meg. Mindennapi egy kanál méz elfogyasztásával nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a betegségeknek a kialakulását, és hát utána ugye sokkal többbe is kerül, sokkal nehezebb egy betegségből kilábolni, gyógyszereket szedni, egyebek. Ezzel szemben bizonyítottan mindennapi egy kanál méz sokkal jobban hozzájárul ahhoz, hogy támogassa a szervezetünket ebben az időszakban. A mézeti technológiában is próbálunk fejlődni. Valóban nagyon sokáig az akácia és a vegyes méz határozta meg azt a szortiment, vagy azt a kínálatot, amit a legtöbb méhész ugye a vásárlói elé kiállított. Most már próbálunk sokkal inkább odafigyelni arra, hogy fajta mézeket termeljünk, hogy különféle fajta mézeket termeljünk. Bizonyos fajta mézeket úgy dolgozzunk fel, hogy az a fogyasztók számára élvezetesebb és fogyaszthatóbb legyen, illetve hát sok méhész bizonyos mézkülönlegességekkel is készül a fogyasztói, a vásárlói és hát a családja részére is, hogy ezzel ugye különlegesebb, jobb élményt tudjon biztosítani. Akác és hát klasszikus vegyes méz mellett repce és napraforgó mézet termeltünk idén. Idén egzotikusabb, szóval itt az Alföldön egzotikusabbnak számító mélegelőkre, mint például a hársejemfű nem vándoroltunk, de a napraforgó és repce mézünkből krémmézet készítettünk, illetve akác mézeinkből készítettünk gyógynövényágyon érlelt méz különlegességeket, ahol próbáljuk házasítani a gyógynövények előnyös tulajdonságait és a természetes méz előnyös tulajdonságait. Nem szívesen megyünk el ilyen csokoládé és kutyafülés, meg mindenféle olyan irányba, ahol a méz az háttérbe szorul, próbáljuk előtérben tartani, és ebben is bíztatni a fogyasztókat, hogy a mézet kell keresni elsősorban, ami természetesen ki lehet egészíteni bizonyos plusz elemekkel, de mindenféleképpen meg kell tartani a termékben, hogy zömében mézet tartalmazzon, és a természetes formában tartalmazzon mézet. Az előadás után Földvárin és Simon Ilona igazgató ismertette a naphoz kapcsolódó korábbi pályázat eredményeit. A dobogós helyezettek egy-egy maci mézet vettek át a méhésztől, aki az osztályfőnököknek pedig átadta a Nagykunsági Méhész Egyesület ajándékát. Az osztályonkénti egy-egy üveg összesen 11 mézet, és minden gyermeknek egy-egy csomag kis mézet. Igen, sokadik alkalommal rendezzük meg itt az iskolában, és újabban az óvodában is, a Talentum Moviban is ezt a nagyon hasznos programot, amelyről röviden annyit kell tudni, hogy 2007-ben Szlovéniában indult, és Magyarország 2014-ben csatlakozott ehhez a programhoz.
tehát mi a csatlakozás követően az iskola is ugye első körben csatlakozott, és egy-két év kihagyástól eltekintve minden évben várjuk a méhészeket, akik megkeresnek bennünket, jönnek a gyerekekhez. Az óvodában kis előadást tartottak, filmet vetítettek, méhészeti eszközöket mutattak be, a gyerekeknek nagyon tetszett, és a óvodásoknak is méhekkel kapcsolatos kifestőket vásároltunk, és majd a 10 óra után fogják ezeket kifesteni, és hát a tartalmát az óvónénikkel együtt feldolgozni. Egyébként köztudott, hogy november az egészségvédelemnek a hónapja. Az óvodában, az iskolában is működik már évek óta egy kéthetes projekt ebben a témakörben, és ez a mézes reggeli, vagy mézes 10 órai tulajdonképpen ennek a projektnek a része. Ezt így mindig kiszoktuk használni, mert hát nagyon fontos az egészséges táplálkozás, nagyon fontos erre a gyermekeknek felhívni a figyelmét, és most a mai délelőtt során ez történt mind az óvodában, mind pedig az iskolában. Van az arra pályázatot a Nagykunsági Méhész Egyesület írta ki. Természetesen a téma a méz volt, a méhecskék, és készültek a gyerekek, alsó tagozatos gyerekek, ahogy el is mondtam, nagyon-nagyon sok rajzot készítettek ebben a témakörben, és a tanítónénik, a zsűritagok elvégezték az értékelést, a zsűrizést, és most volt az eredményhirdetés, évfolyamonként első, második, harmadik helyezést érhettek el a tanulók, illetve kaptak egy külön díjat, és a jutalom az természetesen a méz volt. Az előadás után 10 óraira vajas mézes kenyeret fogyasztottak el az alsós refisek, majd folytatódott a tanítás. 10 óraira egy ilyen mézes kalácsot, mézes kenyeret fognak elfogyasztani, kis mézes tejával, és akkor hát próbáljuk rávilágítani a figyelmet arra, hogy egy kis méz fogyasztásával sokkal többet tehetnek az egészségük érdekében, mint hogyha esetleg majd utólag próbálnák kemaukat kezelni, meg hát az általános jó lét, az általános jobb lét, az általános egészség szempontjából is nagyon fontos ez a kis méz fogyasztása. Hát én is most egy kicsit meg vagyok fázva egyébként, sokkal több mézet kellene ennem, szóval valóban ez már az az időszak, ami mindig úgy vagyunk vele, hogy hát majd jön majd valamikor ránk fordul, de azzal, hogy minden nap megiszunk egy kis mézes teát, esetleg a kávénkat mézzel fogyasszuk, vagy bekapunk reggel, mielőtt elrohanunk otthonról egy kanál mézet, óriási szolgálatot teszünk az egészségünk érdekében. Orrfolyás, köhögés, torokfájás, enyhe hőemelkedés. Mostanában egyre többen fordulnak ilyen tünetekkel házi orvoshoz. Ez ugyan még nem az influenza, de hamarosan elkezdődik az idei szezon. Érdemes beoltatni magunkat, hiszen a vakcina rendelkezésre áll. Idén erőteljesebb lehet az influenza szezon. Éppen ezért azt javasolják a lakosságnak, hogy minél többen oltassák be magukat az influenza ellen. Hát egy az, hogy nagyon sok emberrel találkozok, meg járom Európát, és hát 60 éves korom óta már rendszeresen fölveszem, mert hál' Istennek nem is voltam még influenzás. Mivel a szezon még nem kezdődött el, még van időnk igényelni a vakcinát, és az immunitás is ki tud még alakulni időben. Mindenféleképpen beadatnám, mert egyrészt a korom miatt, másrészt pedig a védelem azért már tavaly is beadattam magamnak, és tényleg nem voltam egész télen influenzás, tehát semmi gondom nem volt vele. Minden most per pillanat szerintem már az oltás előtt elkaptam, úgyhogy majd ha betegségből meggyógyultam, akkor utána mindenféleképpen jövök a doktor úrhoz. A közelgő influenza szezon ellenére nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy még mindig nem ért véget a koronavírus járvány.
Fontos előrelépésnek számít viszont, hogy már Magyarországon is elérhető az Omikron ellen is hatékony védőoltás, az új vakcina. Egy virológus szerint a kockázati csoportba tartozóknak ezt mindenképpen érdemes lenne beadatniuk. Arra is van lehetőség, hogy a koronavírus fertőzés és az influenza elleni védőoltást egyszerre kapjuk meg. Ilyenkor az egyiket a bal, a másikat pedig a jobb karba adják. A virológus azonban úgy véli, a legjobb, ha legalább 2 hét eltelik a 2 védőoltás között. A Városháza Kántor Sándor termében hagyományteremtő szándékkal került első alkalommal megrendezésre a kávészünet elnevezésű program, amelyen jelen volt Szepesi Tibor polgármester is. A rendezvényen a helyi telephelyen rendelkező legnagyobb iparűzési adót befizető vállalkozások vettek részt. A program elsősorban a vállalkozások és az önkormányzat produktív együttműködését helyezte fókuszba, amely a tervek szerint 4 évente kerül majd megrendezésre. Ahogyan a polgármester rámutatott, fontos, hogy időközönként a helyben működő vállalkozások vezetőivel rendszeresen találkozzanak, és hatékony, közvetlen eszmecsere révén átbeszéljék a települést érintő legfontosabb kihívásokat, a felmerülő igényeket és az ötleteket. Én bízom abban, hogy a következő megbeszélések is majd a párbeszédről fognak szólni, hiszen mi, mint önkormányzat, én is, mint polgármester, azt szeretném, hogyha egy közös együttműködés, egy nagyon szoros együttműködés tudna kialakulni a helyben lévő helyi székhelyjel, aztán később majd természetesen a helyi telephelyjel rendelkező vállalkozók, vállalkozások között is, hiszen mindannyian ugyanazért dolgozunk, Karcagért, és azt szeretnénk, hogy Karcag egy fejlődő, virágzó és egy talpon maradni tudó, élhető település maradjon, amelyhez feltétlenül szükség van a helyi gazdaság szereplőire. Nyilván arra is szeretném kérni a jelenlévőket is, akár most is, akár menet közben, akár majd a következő ilyen megbeszéléseken, hogy mondják el azokat a véleményeket, ötleteket, javaslatokat, amellyel előre tudunk lépni, hiszen olyan helyzetben vagytok ti, vállalkozók, vállalkozások, amelyben picit másképp látjátok az önkormányzat lehetőségeit, az önkormányzat helyzeteit, azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket mi azt gondolunk, hogy előre viszik a várost. Nyilván egy vállalkozói szemmel lehet, hogy ezt teljesen másképp látja, mint egy önkormányzati képviselő, egy önkormányzati politikus, vagy akár egy országos politikus is. Szükség van azokra a visszajelzésekre önkormányzati szinten, de azt gondolom, hogy országos vezetői szinten is azokra a visszajelzésekre, amelyeket alulról kapunk, hiszen ebből lehet utána majd építkezni. A program folytatásában a polgármester előadásában beszámolt az elmúlt időszakban megtörtént fejlesztésekről és beruházásokról, valamint a jövőbeli tervekről is beszélt. Én arra kérek mindenkit, hogy egyrészt lehetősége szerint támogassa ezeket az elképzeléseket, és hát nyilván, hogyha olyan meglátások fogalmazódnak meg, akár vezetői szinten, akár a dolgozók körében, amelyek eljutnak az itt jelenlévő vezetőköz is, akkor azt osszátok meg, osszák meg velünk, gondolkodjunk együtt abban, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a várost, hogyan tudjunk olyan lépéseket tenni, amely az itt élők szempontjából is jelentős, és nyilván azokat a vállalkozókat is segítik, akik helyben munkát adnak, akik az iparűzési adót azért ide adják a városnak, városhoz, hiszen ezekből a költségekből tudunk mi gazdálkodni. Én azt szeretném, hogyha ezt közösen tudnánk folytatni, úgy, ahogy eddig is, egy kicsit közelebb kerülve egymáshoz, kötetlen beszélgetéseken, akár egy ilyen kávészünet formájában is. A polgármester előadása után meghívott vendégként tartott előadást Tamásné Cinege Csilla, a NAV adószakmai elnök helyettese, és Vigassi Csaba, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energetikáért felelős elnök helyettesének titkárság vezetője. Az előadók, mint befolyásoló tényező, érintőlegesen szóltak az orosz-ukrán háború teremtette gazdasági környezet hatásairól, a kínálkozó megoldási lehetőségekről és az energiaárakról is. A tanácskozás a tapasztalatok ismertetése mellett remek alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésekre, valamint az eszmecserére.
A ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel, a legrosszabb vezetési körülmények egyike. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a párarétek olykor átláthatatlan. A járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelennek meg előtte, és a közvilágítás sem segíti a haladást. Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsük járművünk sebességét. Gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Fontos a követési távolság növelése, ködben nehezebb megbecsülni a biztonságos követési távolságot, lehetőleg tartózkodjunk az előzéstől. Különösen veszélyes lehet, amikor hirtelen érkezünk egy ködfoltba, mert akkor a látótávolság nagyon rövid idő alatt jelentősen lecsökken, és nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk. Fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon. Ilyen időben fárasztóbb a vezetés, idővel a reakcióképességünk jelentősen csökken. A feszült figyelem miatt az emberi szem is elfárad, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt. Köd esetén használjunk ködfényszórót. Ha járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez. A láthatóságunk érdekében a gépjármű valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is. A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve. A hátsó szélvédő páramentesítésére is figyeljünk. Közlekedésünk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű megjelenésére, melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik. Ha pedig kiszállunk a járműből lakott területen kívüli útszakaszon, mindig vegyük fel a fény visszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykonsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!